Kormányzati döntésekkel igyekeznek kordában tartani a járvány által kirobbant gazdasági recessziót. A fiskális válság elkerülése érdekében a jegybank és a kormány szorosan együttműködik. Gerhes Miklós közgazdász azon az állásponton van, hogy a számadatok összehasonlításából messzemenő következtetést nem lehet levonni, azokat leginkább hullámzó gazdasági teljesítmény esetén lehet értékelni. Most egy mélypontra került a gazdaság, zuhanások vannak, és ezek a zuhanások nem V-típusúak, tehát egy teljesítményről, egy adott teljesítményről lezuhan, majd visszaugrik. Ez inkább egy L betűhöz hasonló válság, aminek nem lehet tudni, hogy az a lenti szára meddig fog tartani. Tehát messze menő következtetés nem lehet levonni. Én úgy gondolom, hogy amikor korábban már beszéltünk, éppen a televízióban említettem, hogy a GDP csökkenést mutat, visszaesést, és ugye akkor azon meditáltunk egy kicsit, hogy 4-5%-os visszaesést jósolnak, ma már azért inkább 10, meg ki tudja, hogy mennyi lesz ez a visszaesés. Erre nem akarni számokat mondani. Csodák biztos, hogy vannak, de itt a gazdaságban január 1-ig, december 31-ig csoda nem várható. Sőt, egyre inkább jönnek a szigorítások, és meg kell mondani, hogy a nemzetközi helyzet sem úgy alakul, ahogy elképzeltük. A közgazdász elmondta, Magyarországra világgazdasági szempontból a német, így az uniós és az amerikai piac is erős hatást gyakorol. A gazdaság versenyképességére akkor lehet számítani, ha újraindul a húzó szektorokban a termelés. A magyar gazdaság, ezt nagyon sokszor elmondtam, hogy nagyban függ attól, hogy a német gazdaság hogyan fejlődik, illetve növekszik-e, hiszen az itt lévő német vállalatok jelentős szerepet játszanak a magyar gazdasági életben. Magyarország egy ilyen hármas tengelyben van benne. Amerika fellendül-e? Ha igen, akkor a német gazdaság is, és ennek következménye lesz majd a magyar gazdaság növekedése is. Tehát nagyon ki vagyunk téve éppen a gazdaság nyitottsága miatt a világpiacnak. Rendkívül nyitott a magyar gazdaság, és ezért nagyon érzékeny a világpiac minden mozzanatára, főleg ebben a tengelyben történő változásokra. És ugye most Amerikában is új helyzet van, ezt januártól meg kell várni, hogy Amerika milyen kül- és gazdaságpolitikát fog folytatni, mert ez is nagyon lényeges dolog. A járvány okozta helyzet miatt a költségvetési politika a kormány szerint jelenleg kedvező. Varga Mihály pénzügyminiszter példaként említette, hogy az ételkiszállítás általános forgalmi adójának kulcsát 27%-ról 5%-ra csökkentik a veszélyhelyzet idején, emellett jövőre a lakásáfa 27%-ról szintén 5%-ra csökken, vagy éppen a kisvállalkozói adó mértéke 12%-ról 11%-ra mérséklődik majd.